Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 9-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? És ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei, ezt mutatja itt ez a medve, és ez az erőt szimbolizálja. Az lehet, hogy ő most bátor és erős, tudja, hogy mit akar, döntéseket hoz, bízik magában, viszont ez a kép azt is jelentheti, hogy ő erőtlennek, gyengének érzi magát. A hármas számnak is két jelentése van. Vagy keres egy kiutat, vagy egy harmadik személy befolyásolja az eseményeket, vagy figyeli őt, mint ahogy ez a kártya is mutatja. És pontosan ez, amit ő érez, a kettes szám utal a ti párkapcsolatotokra. A kettes szám jelenthet egy szerződést is. Minden esetre a kettes számnál két személy van. A képen megjelenik egy harmadik személy a háttérben, és figyeli az eseményeket. Ez a harmadik személy lehet egy férfi, de lehet egy hölgy is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Mivel ez az ő érzelmeivel áll összefüggésben, ő érzi azt, hogy valaki tudni akarja, hogy ő mit tesz, vagy kíváncsi, vagy bele akar később avatkozni a dolgokba. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, azt mutatja ez a lepke. Ez csodálatos és utal a könnyűségekre, viszont a 9-es szám mutat még korlátozásokat. Ezt ő el is fogja mondani, hogy mi az, ami őt most gyengíti, mert ez a medve mutatja ugyan az erejét, de vannak pillanatok, vannak napok, amikor ő olyan fáradt és erőtlennek érzi magát, és ami számára nagyon fontos, ez a könnyűség, és kéri a segítségeteket. A napi kártya mutat itt egy meglepetést, egy kellemes meglepetést. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!